A dac mérkőzésenként átlagban majdnem 2 gólt, 63-at szerzett a bajnokság során. A gólerős játék is hozzájárult a történelmi sikerhez. A többségi tulajdonos a második helyet több éves szisztematikus munka eredményének tartja, amelynek a mostani siker csak az egyik állomása. Volt egy nagy kétség, hogy lehet-e csapatot építeni akkor, hogyha infrastruktúrát építünk, hogy a kettő együtt tud-e, és akár először még én is annak a híve voltam, hogy először építsünk infrastruktúrát, és utána építsük a csapatot, hogyha már kész van infrastruktúra, de ugye a közeg is, az elvárások is, meg maga a sors is úgy hozta, hogy ahogyan épült a stadion, úgy épült vele a csapat is. Tehát most elérkeztünk arra a pillanatra, amikor van egy második helyünk, egy majd elég meggyőző teljesítményünk, közelebb is lehetünk volna a bajnoksághoz. De így alakult, ennek több oka is van, de én azt gondolom, hogy most az a fontos, hogy az adott pillanatban, amikor kellett a playoffba is, hoztunk egy nagyon jó sorozatot, hogy át tudtuk hidalni azt is, hogy a Bajó a legjobb, a leghatékonyabb, a leggólerősebb játékosunk elment a szezon közepén, edzőt váltottunk a szezon elején, tehát sok minden olyan nuance volt még a dologban, ami nehezítette, ezért ennek elején sikerült, úgyhogy egy jó időszak van mögöttünk, és ez a csapatnak a gerince az itt van, és el lehet építkezni a következő szezonban is. Bleiben Sie bei Dac? Ja. Rövid kérdés, még rövidebb válasz. Peter Hiballa vezetőedző egyértelműen leszögezte, hogy a következő bajnokságban is a Dacot irányítja majd. A csapat elmúlt egy éves teljesítményét elégedetten értékelte. Gute Saison, zweiter Platz haben wir geholt. Letztes Jahr haben wir besprochen, dass wir versuchen, unter den ersten drei zu kommen. Zweiter Vizemeister ist gute Saison insgesamt. Ich auch nicht genau wusste, was mich erwartet. Ich meine, ich habe relativ spät die Mannschaft übernommen. Ich finde, dass wir wirklich gute Spiele gemacht haben, spektakuläre Spiele gemacht haben, ein paar Krisenpunkte gehabt haben. Ne? Im Pokal sind wir ausgeschieden gegen Dynamo Minsk. Aber sonst im Großen und Ganzen mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft haben wir eine tolle Saison gespielt. Ich mag den Club, mag hier die Region, mag die Stadt. Also weiß nichts Negatives. Ne? Ich meine, klar, wenn du nicht Slowakisch und Ungarisch sprechen kannst, ist es manchmal ein bisschen doof, weil du kannst halt nicht mit den Menschen immer kommunizieren. Weil wir machen viel auf Englisch, aber sonst ja, alles sehr positiv. Ja, nagyon boldog vagyunk, hogy ugye egy ilyen történelmi eredményt értünk el. Ezt már Vida Máté, a Dac középpályása mondja, aki tavaly nyáron érkezett a sárga kékekhez, és gyorsan alapemberré vált. Úgy jöttem ide, hogy 3 éves szerződést kötöttem. Az első évre az volt a célom, hogy kezdőjátékos legyek. Ez egész szezonban így volt, úgyhogy a célomat elértem. Jövőre szeretnék még kiemelkedőbb lenni. A szurkolóknak folyamatosan kapom a támogatását, folyamatosan bíztatnak, és tényleg egyelőre csak jót tudok mondani, remélem, hogy ez így is marad. A Dac június 16-án kezdi meg a felkészülést a Fortuna Liga 2019-20-as idényére és az Európai Kupa szereplésre.